Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te... Szerintem azért, mert nagyon jó játékos hárománya van, és így meccsre jobb arcukat mutatják, úgyhogy biztos, hogy nehéz csata lesz holnap. És hát nekünk is azért van mit javítani a játékunkon. Ugye a Békés Csaba, illetve a Győr ellen elszenvedett vereség után Fehérváron már győzni tudtunk, de azért még döcögtünk, úgyhogy bízom benne, hogy holnap már a jobbik arcunkat fogjuk mutatni. Én azt látom, hogy az őszükhöz képest nagyon-nagyon összeszedetté és stabilá váltak. Ugye nyilván most ez a pár győzelem, amit az elmúlt időszakban sikerült nekik begyűjtenük pár győzelmet, az mindenképpen föl is dobta őket. A védekezésük nagyon-nagyon megerősödött, támadójátékban egyre jobban összeállnak, tehát mindenképpen jobbnak gondolom ezt a mostani érdet, mint amivel az ősszel találkoztunk. Én komoly csatára számítok, egy nagyon-nagyon erősnek mondható védekezést kell feltörnünk. És mondom még egyszer, tehát nagyon-nagyon masszívnak látom ezt a mostani érdet. Összi mérkőzésre visszaemlékezve, mindenképp azt mondom, hogy állóképességben, illetve erőlétben jobbak voltunk. Nagyon fontos, hogy 60 percig tudjunk majd a maximum játszani, illetve ami még nagyon kell, hogy csapatként tudjunk működni. Nyilván megvannak azok a taktikai dolgok, amiket szeretnénk megvalósítani, de erről én most nem szívesen beszélnék, tehát feltétlenül azt gondolom, hogy a védekezésüknek a feltörése lesz az elsődleges nagy feladat, a másodleges nagy feladat pedig itt a két lövőjüknek a semlegesítése, valamint az irányítójuknak, tehát Bogdán Bebel, Portima és Kovács Anna semlegesítése mindenképpen egy komoly feladatot igényel.